Olyan régóta nem csináltam egy videót, hogy nagyon fura. Megvárjuk, míg a cica elkaparja a kakiját. Még egy kicsit elkaparja a padlót is. Szóval pontosan 27 nap múlva leszek 27, és ezzel be fogok lépni a késői 20-as éveimbe. Logikus, matematikailag is, hogy a korai 20-as ez a 21-22-23, a közép az a 21-25-26, és a 27-től kezdődik a 28-29-ig a késői. Szóval öreg leszek. Nem, amúgy egyáltalán nem szoktak meghatni ezek a különböző évfordulók, amiket betöltök, csak így eszembe jutott, hogy azt gondoltam, hogy a 20-as éveim végén már valahol egészen másról fogok tartani. Ház, férj, gyerek, kutya, menőmunka, kocsi, egyet sem tudok jelen pillanatban kipipálni közül, ami nem biztos, hogy baj. Mármint egyáltalán nem baj. Nyilván egy autó tök jó lenne. Jó, mondjuk Pesten vezetni nem feltétlenül. Szóval nincsen se gyerekem, se férjem, nagyon boldog párkapcsolatban élek, ahol a pasim korát meghazudtoló módon imádja a legókat és mindent, ami pókemberes, ráadásul legalább akkora Crazy Cat Lady, mint amekkora én vagyok. Nincsen menő házam, viszont van egy nagyon cuki lakás, ahol lakom, és nem is tudom, több mint 10 helyen laktam az elmúlt 8 évben, és az az első hely, ahol már lassan másfél éve itt vagyok, és nagyon szeretem. Tök pici, 30 négyzetméter, de iszonyatosan cuki, és nagyon-nagyon jó itt lenni, és nem gondoltam volna valaha egyébként, hogy ekkora élmény egyedül lakni. Mármint amennyire egyedülnek lehet tekinteni, hogy van egy örült macskám. Azt gondoltam, hogy ekkora lesz egy rohadt menő munkám, és nem mintha nem lenne menő a munkám, mert hogy videókat csinálok jelen pillanatban a zoom.hu-nál, hogyha sokan nem tudtátok volna, ami egyébként inkább a menő kategóriába tartozik, mint amit régen a menő kategóriába tettem volna, szóval nem kell minden reggel fellennem egy inget, vagy blues, tudjátok, ilyen corporate bullshit. Szóval egyáltalán nem gondoltam volna, hogy mondjuk egy ilyen kreatív területen fogok elhelyezkedni. És azt gondoltam, hogy 27 évesen nagyon biztos, stabil pénzügyi lábakon fogok állni. Minden oké, csak most vannak leckék pénzügyi szempontból, amiket meg kell tanulnom, és ki kell bajtanom, hogy aztán felelősségteljesebb felnőtt lehessek. Szóval jó, nem gondoltam, hogy így fogok kinézni 27 évesen, de így nézek ki. Még nem, de így 27 nap múlva így fogok kinézni 27 évesen. Addig még nagyon sok minden történhet. On that note! A másik dolog, ami miatt csinálom ezt a videót, hogy nem mondom, hogy az előző év kifejezetten szar lett volna. Nagyon sok szar dolog történt, de nem lehetek csak arra büszke, hogy szar dolgokat túléltem. Történtek jó dolgok is, de azok általában ilyen függetlenek voltak tőlem. Mert itt utaztam nagyon sokat, és tök jó emberek vannak az életemben, de hogy ezek nem olyanok, amiket úgy felemelnék, és azt mondom, nézd, ezt csináltam ebben az évben. Bam! Mic drop! Tök menő, hanem... És szeretném egy kicsit ezt így kibalanszolni. Majdnem egy éve volt utoljára itt videó, és előtte évben 2 videó volt összesen, szóval mert mondhatjuk, hogy nagyon régóta nem videózom. És mégis annyian támogattok, és követtek, és Twitteren, és Instagramon, és felmegyek Discordra, és azonnal, wow, szia Viki! Amikor élőben is találkozom, most volt a Sirius és Fan with Geeks Patreon találkozó, ahol ott voltam, és annyira borzasztóan cukik vagytok, és valaki oda jön, és megkérdeztem, hogy miért nem csinálok már videókat, akkor egyszerűen elsősorban elszégyellem magam, mert valahol úgy érzem, hogy annyi támogatást és szeretetet kapok tőletek mind a mai napig, hogy egész egyszerűen nem fair, hogy nem csinálok videókat. Van nagyon hosszú monologom végén az van, hogy kitaláltam magamnak egy kihívást, amit nagyobb valószínűséggel nem fogok teljesíteni, mint fogok teljesíteni. Szóval nagyobb valószínűsége van a kudarcnak. Az élet ilyen. Sokkal nagyobb valószínűsége van a kudarcnak mindig, mint a sikernek. De ez nem jelenti azt, hogy nem kéne megpróbálni. Szóval az első dicséretet azért érdemlem, hogy ezt a videót leültem felvenni. A második dicséretet azért érdemlem, hogyha ezt a videót meglágom és feltöltöm, amit még korán sem biztos, hogy meg fog történni. A harmadik dicséretet pedig akkor érdemlem, hogyha megcsinálom azt, amit kitaláltam magamnak. Megpróbálok a következő 27 napban, egészen a 27. születésnapomig minden nap csinálni egy vlogot. Korán sem biztos, hogy sikerülni fog, sőt, biztosabb, hogy nem fog sikerülni, mint hogy sikerülni fog, úgyhogy ha egyszer csak nem töltök fel több videót, akkor ne nehezeljetek nagyon, mert ez egyáltalán nem könnyű nekem. Most itt ülni egy kamera előtt is így beszélni, és ezt nap-nap után
megvágni, gondolom rohadt sok idő lesz, és energia, és az alatt, az idő alatt, akár zeldázhatnék is. Most pedig rohadtul mennem kell dolgozni. A égen már nyitja a karmát az arcomon. Ezért volt eddig ilyen büdös. Mit kapartál akkor annyi ideig, ha? Mert nem a kakidat. Nem a kakidat. Let it snow. Let it snow. A reggel romantikálja a cica kakival. Ha! Kolbászos szendvicset szereztem a büfében. Hello. Király napi vlog volt, ugye? Hello, szóval milyen napod volt? Mesélj egy kicsit. Mit csináltál? Hol voltál? Nem vlogoltál? Nem?